Indul a Stálkonyhája, Magyarország legnépszerűbb főzőműsora. Ma egy egyszerű, gyümölcsös, egészséges süteményt mutatunk, olyat, amelyet meglátják, még gyerekek is el tudnak készíteni. Gyümölcsös zappelyhes torta. A tésztája roppant egyszerű, mert itt van ez a nagy tál, és szépen sorra a hozzávalókat bele kell tenni. Nos, kezdjünk ezzel. Flóra, mit mondtál az előbb, hogy ez micsoda szerinted? Azt mondtad, hogy... Műzli. Aha, de aztán mondtuk, hogy ez nem műzli, hanem zappehely. Bár ebben igazad van, hogy a műzliben is van sokszor zappehely. Oké, akkor most jöhet ez. Ez vajon micsoda? Ez liszt. Milyen liszt? Teljeskörnésű. Aha, honnan tudtad? Ez és hogy sötét a színe? Volt, ez igen, az árulkodó. Igen. Jó, ez pedig a milyen liszt? A sima liszt, igen. Sima ez a fehér, tessék, ezt is beletesszük. Mondjad. Finom liszt. Finom liszt, pontosan. Finom liszt, igen. Na most, nem. Akkor jöhet ez. Ez micsoda? Ez valami dara. Szerintem dió. Nem? Kóstold meg. Alma. Nem dió, hanem? Alma. Mandula. Uh-huh. Gyerünk, menjen a tálba. Ez is. Jó. Akkor most jöhet a cukor. Tessék, Flóra. Kristálycukor. Kristálycukor. Tessék, keverjük ezeket össze. Ott van egy kanál. Mindenki kever egyet-egyet. Tessék, Flórát is hagyni. Akkor most hozzáteszünk egy kis mézet. Így. Tett ki a kanalat. Fogd meg a mézes kanalat, Máté, a mézest. Ezt a mézet. Jó, nem kell most kanál. Köszönjük. Ágoston. Bocsánat, finom. Oké, finom. Hát a méz az finom. És akkor most jöhet bele a puha. Zsiradék. Mi ez? Inni. Vaj, ez olvasó. És egészen puha. Látjátok, mennyire puha? Olyan ja. Krémes. Ja. És tessék feltűrni a póló ujját. Mert bár először kicsit keverünk, kavarunk, azért a lényeg az, hogy fogjuk, és mindent összetapicskolunk. Inni. Maszakos leszek. Na-na. Én maszakos leszek. Összegyúrjuk. Rá lehet vetődni. Ha rendesen összegyúrjátok, akkor nem marad ennyire maszatos a kezetek, mert ott még látok egy csomó lisztet, ami le fogja venni. Fogom a tálat nektek, oké? Okay? Akkor most az utolsó mozdulatokat hagyjuk meg Ágostonnak. Dörzsöld össze a kezed. Jobbálj, Máté. Kérdek egy törtlőt. Tessék, itt tartom. Igen, de jobban dörzsöld össze még ott fölött a kezed, és akkor leesik róla. Tessék, Flóra. Ebben nincs teljes, ezt ne is elted a kezedből. Jó, még ott látom, hogy még ott hiányzik a lisztet, azt még bele lehet. Tessék, ez. De nem ez, oké. Okay. Ezt le kell hoznom. Jó, akkor most töröljük le az asztalt is. Rendet csinálunk, és gyorsan összeállítjuk a süteményt. Először inkább ezt... Kezdem, hogy kell csinálnom. Nos, a tészta készen van, úgy néz ki, mint egy ilyen jobb minőségű sár, nem? Igen. Mert hogy nem kell, hogy összeálljon. Az íze az jobb. Az íze az jó, mert megkóstoltad. De miért kóstolhattad meg? Mit mondtál? Mert nincs benne tojás, nem lehet tőle szalmonellát kapni. Aha, tehát magyarul nyersen is bele lehetne kóstolni. Na, itt van egy előkészített tortaforma. A tészta felét beletesszük. Mi lesz a másik felével? Meg tetejére jön. Kanállal próbáljátok meg eloszlatni. Úgy, tapicskolt bele. Jó, Flóra is. És akkor most jöhet az eper. Eper szezonban természetesen friss gyümölcs, de így most még nálunk nincs eper szezon, úgyhogy ez egy felolvasztott mirelit eper. Jó, akkor tessék oda belerakosgatni az epreket. Magadat vagy a süteményt? A süteményt. Mátének is adjatok belőle, hogy ő is megtörölje a kezét. Ezt elrontottam. Nem rontottad el, semmi gond. És akkor most jön a vége. Mi a Flóra vége? Mi a sütemény vége? Hogy ezt a... Flóra mondja. Szerintem most mit ő? Aha, ez lesz a teteje, igaz? Finom lesz. Finom lesz, nagyon finom, isteni! Igen?
Most ilyen bizakodó vagy? Nem is érdemes megsütni. De azért, hogyha megsütjük, akkor jobb lesz. Tehát akkor hova tesszük, Flóra? Ez jó ötlet. Hova tesszük most? Kajszer zabbehely. Sütőbe. Így igaz. Hát ennyi ez az édesség. Tényleg gyorsan elkészült, és tényleg egyszerű. Még egy felvétel felveszünk? Még lehet, hogy felveszünk majd, de most ezt mindenképpen megsütjük. Reméljük, önök is elkészítik. Ezt majd össze kell várni. Reggelire egy pohár tejjel, ha végül is zappehelyből van. Továbbra is várjuk kedvenc receptjeiket. A győztes nyereménye majd a budai, Budai Péter szakácskönyve. A műsor együttműködő partnere az Univer Majonéz forgalmazója az Univer Produkt Zrt. A receptet és további információkat a www.stálkonyhája.hu internetes oldalunkon találhat. A műsort újra megnézheti a TV2 honlapján. A műsort a TV2 megbízásából a Stál Produkció készítette.